Orvosom javaslatára sétálgatnom kellett minden nap minimum fél órát. De időközben annyira fájt a forgóm, hogy nem bírtam sétálni, és beleestem egy ördögi körbe, amiből nem tudtam, hogy fogok kijönni. Mikor találkoztam a Molnár Viktorral, aki ajánlotta a Monavit, és a juice-t, és elkezdtem ezt fogyasztani, és 2 hét múlva tűnt föl, hogy tudok sétálni, nem fáj a forgóm, nem kell megállnom, végig sétálom a 20 percet, sőt most már a 40 percet, és minden fájdalom nélkül. Tehát nem is észlelem, hogy fáj a forgóm. Hál' Istennek megszabadultam ettől az ízületi fájdalmaktól, nem fájnak a vállaim, éjszaka nem kell forgolódnom, teljesen nyugodtan végigalszom az éjszakáimat, annélkül, hogy fél időben föl kellene kelnem, és fél hatkor, hat órakor fölkelök úgy, hogy teljesen kipihentem magam. Azelőtt pedig alig bírtam fölkelni, hogy úgy éreztem, hogy kerek a talpam, mert annyira fáj a sarkam, meg a talpam annyira fáj, hogy nem bírok rálépni, és most abszolút semmi. Kidob az ágy fél hatkor, és már megyek mosogatni, törölgetni. Mielőtt elindulok munkába, már kidolgozom magam, és este 10-11 óráig simán fönn vagyok, és ha úgy döntök, hogy lefekszek, egy nagyon pihentető alvás következik. De ha évfélig fönn akarok lenni, akkor is fönn tudok lenni, minden további nélkül. Nem úgy, mint azelőtt, hogy már 10 órakor fájt a fejem a fáradtságtól. Most jól vagyok, hál' Istennek.